Köszönjük szépen, ha a kedves nézők megengedik, akkor a személyes részével kezdünk, aztán folytatjuk csak a szakmai részével, hiszen ez az Elek Gyula emléktorna Elek Gábor édesapjáról szól, illetve az ő emlékére rendezték meg ezt a tornát. Szóval először is egy kicsit talán a te kis visszaemlékezésedet szeretném kérni. Ez a második alkalommal kerül megrendezésre, ugye itt az Elek Gyula sportcsarnokban, vagy arénában az Elek Gyula emléktorna. Nekem mindig csak a személyes hála az, amit ki tudok fejezni, hogy azoknak, akik ezt lehetővé tették és létrehozták, nagyon-nagyon jól esik, hogy édesapám emlékét próbálják fenntartani, és hogy fent is tartják. Mi az, amit te az edzői pályafutásodban megtartottál abból, amit tőle láttál, tanultál? Hát nagyon kevés dolgot, ugye, mert teljesen más volt a kézilabda, de a lehetőszer játékosai másképp látják, de neki az elve az volt, hogy tehát a játékos lehet szidni, meg lehet kiabálni, de az önbecsülésébe belegázolni soha. Tehát erre azért próbálok figyelni, valószínűleg nem mindig sikerrel veszem ezt az akadályt. Hát erre mondjuk lesz alkalom valószínűleg a következő percekben, hiszen egy nagyon kemény mérkőzés előtt álltok. Hát igen, ez a nagybánya, ugye ez a nyáron nagy bevásárlást tartott, borzasztó bőkerettel, nagyon sok játékossal rendelkezik, bár ide most nem hoztak el mindenkit, és egy nagyon jó csapat van alakulóban Nagybányán, ők nagyon-nagyon a Final Four-ról álmodnak, ugye nekik talán ez az egyetlen kihívás itt az évükben, hogy a BL-be kell, mert a román bajnokságban ők szerintem egyeduralkodók lesznek. Jó csapat van kialakulva, múlt héten tudtunk egy nagyon-nagyon jó mérkőzést játszani, ahol azért a kispadnak a hosszúsága eldöntötte meg a lehetőségek, ugye ott azért elég sok sérültünk volt. Én nagyon bízom benne, hogy itt most azt az arcunkat mutatjuk, amiben meg tudjuk verni ezt a csapatot. Kétszer is használtad azt a szót, hogy kialakulóban, ez lehet talán a ti előnyötök, hogy annyira még nem összeszokott ez a csapat, az ellenfél csapata, talán ezt ki lehet majd használni. Nem is összeszokatlan, tehát ugye amiben nagyon-nagyon erősek az elképesztő módon az indulás lerohanás, tehát a direkt indítás lerohanás. Ez nekünk tökéletes alkalom, mert nekünk meg én azt gondolom, hogy talán a leginkább gyakorlásra váró feladat az a visszarendeződés, a visszafutás és az abból történő megállítások. Úgyhogy nekünk kiváló edzőpartner a Nagybánya, pontosan azért, mert a hírek szerint a Lipcse is hasonló stílusban kézilabdázik, és ugye nekünk meg pedig az a fő feladat. A tegnapi napra egy kicsit térjünk vissza, hiszen ott is volt két mérkőzés, egy szoros és egy nagy arányú győzelem. Hát igen, azt is kell látni kell, hogy Siófokon, hál' Istennek, ugye, mint testvér csapat, én csak ezt mindenképpen örömmel látom, hogy nagyon jó csapat van kialakulóban, nagyon komoly játékosokkal, igen, nagyon megszenvedtünk, mondhatom azt, hogy igazából a szerencse döntött el azt, hogy mi itthon nyerni tudtunk a délelőtti mérkőzésen, de hát ilyen a sport, tehát egy nagyon jó játszó Siófok, nagyon kemény harca készített minket, a délután itt én kevésbé látom értékmérőnek, mert egy nagyon-nagyon fáradt, és a felkészülés elején járó szerb csapattal találkoztunk, ugye a Siófok mérkőzésen még visszatérve, tehát ugye az idei évtől irányított sorsolással működik a bajnokságunk, és ezért nekünk azért van a Siófokhoz mérten 3 hét forrunk, mert ők nagyon kemény mérkőzésekkel kezdenek, mi talán egy kicsivel könnyedebbekkel, tehát egy picit hátrébb is tartunk a felkészülésbe, de semmi baj nincs ezzel, tehát nekünk a szeptember 20-a az, ahol a csúcsformát kell elérnünk. Ma viszont egy kemény edzőmérkőzésre, felkészülési mérkőzésre számíthatunk, amely hamarosan következik majd. Fennémet András szövetségi kapitány korábban azt nyilatkozta, hogy októberig most járja a tornákat, illetve a mérkőzéseket, és figyeli a játékosokat, azokat, akik már válogatott keretben vannak, és azokat, akik esetleg majd lehetnek benne. Mi volt a tapasztalata ennek az elmúlt másfél napnak? Hát igazából azért látható, hogy két jó csapat van, vagyis hát igazán nekem tetszett a Siófok is. Nagyon megszorongatta a Ferencvárost. A szerbek lóptak ki ebből a dologból, úgyhogy módosítanom kell, ez inkább 3 csapat. Ma mindenképpen egy jó mérkőzést várok itt, mert ez egy nagyon komoly erő ez a Bajamare. És hát kíváncsian várom, hogy ez, ekkora bevásárlás után ők mit tudnak produkálni, illetve hogy a Ferencváros meg tud-e újulni, hiszen a Siófok ellen azért nem igazán, mert nekik jól a játék. Beszéltél eddig a csapatokról, beszélj egy kicsit a játékosokról külön-külön is. Van valaki, esetleg vannak valakik a Siófokból vagy a Ferencvárosból, akiket kiemelnél ez alapján, amit láttál itt a tegnapi napon?
Ugye a Siófokból ugye a válogatott az Erdőség, az ő formájával elegedett volt, ami jól játszott ezen a tornán. A Ferencvárosból Tomori most ugye többet játszik, átlövött, mint amit előtte szokott. Én úgy érzem, hogy továbbra is a jobb átlövő pozícióban, amikor játszik, akkor az jobban megy neki. Szucsánszki hozza magát, és főleg a védekezése nagyon-nagyon hasznos, és tetszett. Hát Szamoránszki Piroskáról tudjuk, hogy nem tud 60 percet, most már folyamatosan lekézlabdázni, de igazából az, amit csinál, avval elégedett voltam. A felkészülésnek ebben a szakaszában, ugye nincsenek egyforma szakaszban most a siófoki, illetve a ferencvárosi játékosok például, de szóval ebben a szakaszában a felkészülésnek mi várható, mit várhatsz el a válogatott játékosoktól? Hát nincsenek külön ilyen elvárások. Szerintem egyébként a Siófok meg a Ferencváros nagyjából ugyanabban a szakaszban van, de ilyenkor azért még nyilvánvaló a felkészülés végén vannak, talán még lehet egy kis gyorsító szakasz, és utána már ugye indul a bajnokság. Tehát igazán jó játékot várunk mindenkitől, és én nem is csalódtam. A ferencvárosi játékosoknak ez lesz a mai a legkeményebb mérkőzésük valószínűleg, úgyhogy a meccs után visszavárunk, hogy személyes értékeléseket is tudjál mondani. Köszönöm szépen, mérkőzés végén tehát találkozunk, és így lesz ez a nézőkkel is. Jó napot és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, kedves nézők! Lassacskán teljes létszámban a pályán a csapatok. Egy nagyon komoly mérkőzésnek ígérkezik ez valóban, és a visszavágás lehetőségét is jelenti egyben a Ferencvárosnak, hiszen az előző felkészülési tornán Nagybányán a Baia Mare rendezésével 29-27-re a döntőben a hazaiak győztek a Fradi ellen. Remélhetőleg most is a rendező sikerével zárul majd ez a torna, annál is inkább, hiszen Elek Gyula bácsira is emlékezünk ezzel, aki Elek Gábor édesapja. A két játékvezető Dobrovics Csaba és Dr. Tályok Péter, és a két csapatról annyit, hogy megnyerték az első két meccsüket, de vannak azért hiányzók. A ferencvárosiaknál például, amint hazaért a csapat Nagybányáról, úgy tudom, hogy többen mentek MR-vizsgálatra, és hát Kovacsic továbbra sem játszhat, őt láttuk civilben az előző mérkőzésen, és vérten sincs a keretben. Igen, gyakorlatilag ilyen túlélő túra lett a múlt heti nagybányai torna, mert a végén már tényleg megint az alapcsapat játszott szinte, aki a sérülés hullámnál a BL sorozatban, tehát a Pirosnak nagyon bedagadt a térde, a Laura ugye már ott kint se tudott játszani, mert az egyik térde pont neki estek az első meccsen, úgyhogy ő nem is edzett egész héten. Akkor a Reálnak sajnos folyamatosan van a sarkával probléma, ez már még májusra nyúlik vissza. Akkor a Cifranita is meghúzta a hátát, vállát, nyakát. A két kapusunk sem teljesen egészséges, az Ancsán kívül a másik két kapusnak is a térde fáj. De hát tényleg Vérten Orsi a térde miatt nem tud játszani, és Kovacsic Mónika pedig, amit mondtál, a válla miatt, úgyhogy azért eléggé szedett-vedetten tudtunk felkészülni erre a tornára, illetve visszavágásra, hogy itthon azért mi nyerjük meg ezt a kupát. Hát a Nagybányának is vannak sérültjei. Igen, például az új szerzemények közül a legnagyobb név Nascimento, akit a világ legjobbjának is megválasztottak, a holland Abbing, aztán nincs itt a válogatott Geiger és Dinisvártics, ők sem egészségesek. Vízum problémák miatt hiányzik Lobács, akit a nagybányai tornán a legjobb védőnek választottak, illetve Dumanska kapus, úgyhogy egy nagyon erős keret, de azért néhány játékosát nélkülözi a Baia Mare ezen a mérkőzésen. Egyébként Vértent még beírták a jegyzőkönyvbe, de végül is ott ül Kovacsic mellett civilben. Vax egy kicsit megtréfálta az úriembert. Igen, ő Imre, aki a Real Cargónak az vezérigazgatója, és hát nekik köszönhetjük, hogy ezt a rangos tornát meg tudtuk rendezni. Zöldben tehát a Ferencváros, Tomaševiccsel a kapuban, Szucsánszki irányít, Pena és Tomori a két átlövő, Szamoránszki beállóban, és Szarka már fut keresztbe, ő a bal szélső. A jobb szélen pedig
az első lövést megeresztő Lukács Viktória. Lukács az elmúlt szezont a Siófokban töltötte. És hát megerősödve tért vissza a Ferencvároshoz. A Kragujevacnak 7 volt lőtt tegnap. Pina. Szarka. Arenhardt véd, de nem volt az szabályos védekezés. Szűcs Gabriella kap sárgát. Úgyhogy a labda a románoké. 10 játékost igazoltak. Ebből 4-en nincsenek itt. Dumanska, Nascimento, Abing és Lobács. Viszont itt van Arenhardt, Georgievska, Makejeva, Davidenko, a norvég Herrem, illetve a fiatal Tiron, akit az egyik legtehetségesebb román játékosnak tartanak. Oltián. Többen ebből a román csapatból itt voltak Magyarországon a felkészülési tornán. Oltián például, Bucseszki. Közben Tomasevics véd. Davidenko lövését hatástalanította. Hát a románoknak van egy 23-as keretük, ami ugye jó egy szinten, hogy hát sok játékos, meg tényleg BL Final Four-ra készülnek, de hát azért az nem olyan egyszerű mondjuk, de azért valamilyen szinten nehéz is, hogy melyik legyen az a 16, aki majd játszik, és aki majd jól össze is tudnak rakni. Kucseszki lerohanásból szerez gólt. Igen, életveszélyesek a labda eladások, mert nagyon jól jönnek. Ugye Herrem a bal szélen, aki norvég iskola, azt nem kell bemutatni, hogy ő már azért méterekkel előbb elindul. Pena mutat Herremre, aztán nagy egyetértés nincs ugyan köztük, mert 7 méteres ítéltek a játékvezetők, és nem nagyon értették a vendégek, hogy miért. Pena áll oda. Nem csak, hogy bekerült a torna válogatottjába, a legjobb mezőnyjátékosnak is megválasztották Nagybányán. Vele kapcsolatban azt mondta Elek Gábor, hogy szenzációsan játszott, viszont sokkal nagyobb fegyelmezettségre van szükség tőle, mert hogyha megy neki a játék, akkor könnyen elviszi a hév, és azért, hogyha sorra jönnek a hibák, mert az is előfordulhat ilyenkor, akkor kiélezett periódusban egy-egy mérkőzésen az nagyon sokba kerülhet majd. Azt a klub honlapjának nyilatkozva is elmondta Elek Gábor, hogy olyan hihetetlen sebességgel indulnak a románok, ami számukra mindenképpen jó gyakorlás a Lipcse elleni várható feladatokra. Szamoránszki Piroska, róla azt említette meg a ferencvárosiak szakvezetője, miközben Oltián közeli lövését védi Tomasevics, hogy nem tud teljes értékű edzésmunkát végezni a térde miatt. Most elmegy Szamoránszki, feje fölött Szucsánszki labdája. Inkább a Zsuzsit kellett volna valahogy megjátszani. Oltián beviszi és bedobja. Cifra kapott sárgát, 2-1 a Baja Mare javára. Nem sokat játszhatott. Szamoránszkinak és leindítanak belőle a románok. A harmadik góljuk Nesica szerzi. Balátlövőben Tomori, és Steinbach
eleve nem teljesen egészséges. Pena, az igen. Igen, ez nagyon nagy gól volt. Neki sok baj van, volt a térdével, de most úgy tűnik, hogy kifejezetten jó formát mutat itt a felkészülési időszakban. Erre a mérkőzésre egyéb iránt már videózott is a Ferencváros, azt mondta Elek Gábor, hogy nem teljesen vakon mentek bele a meccsbe. Hazai környezetben különösen fontos számukra a visszavágás. Tomori, az igen, de kimarad. Arenhart védi Szamoránszki lövését, és aztán indul Herrem. Szarkának lesz dolga bőven, illetve a másik oldal a Lukácsnak, mert gyorsak a románok, vagy éppen a norvég, akivel most Lukács futott vissza. Cifra rángatta meg Makejevát Davidenko. Kucseszki a gólszerző, talált ott helyet. Irányító, igen. Mérkőzésen is ő volt a legeredményesebb. Ő egy nagyon lendületes játékos, kifele-befele is jól csaz. Szerez gólt közben. Zsuzsi egy kicsit megkombinálta, mert már szerintem átlövésből is ott volt a helyzet. Közben egy sérülés. Marin marad lent. No, az például kérdéses, hogy Marinnak mennyi szerep jut majd, hogyha mindenki egészséges. Igen, 22 emberről azért összerakni egy olyan csapatot, tehát nehéz egy jó játékossal is. Mondjuk sokszor. Úgy állnak a szélen, csak hogy kicsit képbe helyezzük önöket, hogy Nascimento Herrem, illetve egy román válogatott játékos, Ardean Elisa, illetve Nesita, tehát borzasztóan erősek középen, ugye Oltean, Geiger, az oroszok, Georgievski, aki macedón válogatott, tehát vannak bőven a belső posztokra is. A Ferencvárosé a labda. Szucsánszki. Cifra helyén Pena. Pena, Tomori. Elég gyanús volt, és végül elveszik a játékvezetők, nem belemenés miatt. Szarka támasztja meg Nesitát. A románoknál Szűcs az, aki csak védekezik, és Bucseszki a helyén támadásban. Nagyon szép. Szép labdaszerzés Szamoránszki. Lukács volt lépés előnyben, de arra nem nézett Szamoránszki Piroska. Pena pedig azt nehezményezi, hogy miért nem ő kapta a labdát. Az viszont gyönyörű játék, de kimarad megint egy zicser. Szamoránszkinak a második nagy helyzetét védi Arenhart. Világbajnok lett a brazil válogatottal, Arenhart is. Tomori!
Bele. Igen, elnézést. Szucsánszki. Tomori jön lendületből, és bevágja. A harmadik gólját szerzi Tomori Zsuzsa. Nagybányán a torna legjobb balátlövője lett. Előtt a válogatottban is sokat játszott. És azt mondta Ele Gábor, hogy azért a kinti tornán látszott rajta némiképpen a fáradtság. Igen, de a Zsuzsi nálunk az a játékos, szerintem, aki, tehát az Izi Zsuzsi, aki olyan 60 perces, tehát bármennyire is van most mellettük lövő, meghatározzak. Az Izi összefogja a csapatot, a Zsuzsi meg ugye támadás védekezésbe is az alap ember. Tehát ugyan a modern kézilabda elvileg arról szól, hogy 60 perces játékosok nem nagyon vannak, de azért van egy-két kivétel. Kucseszki is megszerzi a harmadik gólját. Egy darabig kísérte Szamoránszki, de aztán ott hagyta, és végül belőtte Kucseszki. Öt-öt ezzel. Pena. Tomori. Pena megy kifelé, elég nehéz helyzetbe kényszerítették. Nagy pech. Hiszen itt már belesípoltak a játékvezetők, és pont Szamoránszki kezében kötött ki a labda. Az nagyon magas. És indítanak belőle. Egy picit ez is sok Herrennek. Tomasevics. Tomori lő közbe, Arenhardt kinyomja a labdát. Makejeva. Jól védekezett Tomori. Igen, már a piros egy kicsit ott belepiszkált, és a átadása volt olyan jó, és a Zsuzsi pedig szó. Kapufáról Szamoránszki, az pattan hetes. Oltán kap még egy sárgát is. Pena érkezik, hogy elvégezze a büntetőt. Egyet már belőtt a mérkőzésen. És belövi ezt is. Hat góljával a Ferencváros legeredményesebbje volt a Siófok elleni mérkőzésen, és a hajrában is fontos szerepe volt a győzelemben. Úgy lőtt hatot a Ferencváros, hogy három gólt vállalt Tomori, és hármat Pena. Az nagy pofon volt, Szamoránszkit kiállítják. Rosszul érezte Szamoránszki, mert nagyon csúnyán eltalálta Oltyánt. Oltyánt ápolják, a Ferencváros pedig ember hátrányba került. Ahogyan említettem, Oltyán itt volt a kecskeméti válogatott tornán, Angolát legyőzte. A román válogatott viszont kikapott két góllal a magyar B válogatottól, és 10-zel a magyar A csapattól. Öten voltak itt a Baia Maréból azon a tornán. Oltán kisebb sérülés szenvedett. Esicel szintén, akkor, illetve Ardán Eliszej, úgyhogy voltak gondjaik, miután hazatértek.
Marin érkezik. Marin Bucseskinek forgatja vissza. Jól védekezett Lukács. Ez viszont gól, és itt elővi. Nagyon nagy helye volt, nagyon nagy szöge volt a román szélsőnek. Miért szépen kijátszották az ember előtt, úgyhogy mi inkább a belső embereken maradtunk. Tomori. Szarka. Pena, középen van Lukács, Szucsánszki megy fel. Makejeva találta el Szucsánszkit. Ott elérte. Makejeva és Szűcs a két hármas védő meglehetősen magas, tehát középen a Bajamare fala. Nem, mondjuk szerintem ez is ütés. Nek minősítették volna, tehát nem véletlen volt. Igen, ment is oda nyomban. Makejeva elnézést kérni. Szucsánszki. Gomori, Arenhardt. Szűcs lerohanásnál bent marad, és átemeli Penát. Gólt szerez Szűcs Gabi. Verdély származású és Debrecenből előbb Zilakra, a Völcsához igazolt, és most Nagybányán játszik Szűcs, tehát jó pár éve a román bajnokságban már. Az első félidő felénél vagyunk, egy gólos vendégvezetés. Cifra a beálló a Fradiban. Pena. Tomori, közel vannak a falhoz. Szucsánszki jön lendületből, megtámasztották. Szucsánszki. Nem sikerül váltani Penával. Szarka, szép gól, megvan az egyenlítés, az első olyan gól, amit nem Tomori vagy Pena szerez a Fradiban. Davigenko, ott volt pedig Tomasevic, de így is bemegy. Ezért elég szabadon lőhetett el. Steinbach a pályán, ő tolta le a labdát, és Lukács szerez gólt belőle. Bucseski. Herrem. Herrem olimpiai világ és kétszeres Európa bajnok a norvég válogatottal, amelynek alapembere már évek óta. Bucseski. Marin. Jó védekezés Makejeván, aki azonban megjátszott a Herremet. Tomasevic véd. Tomasevic biztos pont a Ferencváros védőfala mögött. Tomori. Is belőtte Tomori, Marin megy ki két percre.
Nagyon szépen csinálta a Zsuzsi ezt az indulót csak. Gyönyörűen csinálta valóban Tomori, és még arra is maradt lélek jelenléte, hogy estében megnézte az alsót és bevágta. Itt van Kovacsics és Vérter egymás mellett. Ucseszki. Davidenko. Szucsánszki állította meg az orosz válogatott jobb átlövőt. Davidenko, Bucseszki, Herrem, így is belövi, pedig Szamoránszki belül állt. Kamilla Herrem első gólja a meccsen. Balszélsőként ő is bekerült a torna válogatottjába a nagybányai viadalon. A bajnokok kupáján Ungureanu lett a legjobb kapus, Tomori, illetve Szamoránszki is All-Star csapattag lett, és Pena a legjobb játékos. Elmondtuk már, a Bajamare főtáblás a bajnokok ligájában a D csoportban játszik majd, mégpedig a Larvik mellett. A Metz, miközben egy belemenés, illetve a lengyel Lublin társaságában, és jó eséllyel onnan tovább mehet a Larvikkal, legalábbis az előzetes esélyek alapján. Október közepén kezdődnek a küzdelmek a főtáblán, ahova szeretne eljutni a Ferencváros. Szeptember 20-án, illetve 21-én selejtez Lipcsében a Fradi, a holland szélcsatár Dabsennel kezdenek először, és siker esetén jöhet a döntő minden bizonnyal a rendező HC Leipzig ellen. Igen, ami nem lesz egy könnyű feladat. Az biztos. Sokkal nehezebb lesz bejutni a főtáblára, mint utána a csoportból tovább kerülni. És ráadásul ugye Lipcsébe rendezik. Steinbach lövését védi Arenhardt. Nem vesztegette az idejét Steinbach, ahogy bejött, már lőtt. Most nem tudja elhalászni a labdát Mesica. Az ígyszer labda lehetett volna Szarkának. Most nincs bent Szucsánszki, Pena a szélen védekezik. Szarka egyel beljebb, és Steinbach is bent van kettes pozícióban. Nem ez a legerősebb védőfelállása a Fradinak. Mesica. Bucseszkit tolják, vagy próbálják kifelé tolni. Herrem belövi. A második gólját szerezte Herrem. Előnyben a nagybányaiak. Tomori. Pena, Steinbach, aki sérülése miatt nem játszhatott a nagybányai torna döntőjében a Bajamare ellen. Pena lövése után pattan fel a tetőszerkezetig a labda a lécről. Mari mutatja be a figura számát. Bucseszki. Próbál zárni Makejeva. Tomori kap sárga lapot. Marin. El kellett engednie Tomorinak, még időben tette tán. Nem. Makejeva gólt szerez, Tomorit pedig kiállítják. Átgondolták a játékvezetők, és abban reménykedtem, hogy nem lesz belőle kiállítás, de lett.
két góllal vezet most a Bayern Mare, és ember előnyben a vendégcsapat. Sós Viktória a pályán a Fradiban. Sós. Pena. Steinbach. Nagyon komoly sánc volt vele szemben Makaeva és Szűcs. Steinbach. Pena. Sós. Egy kis karfeszítés Marintól, jó régóta támadhat már a Ferencváros. Steinbach. Pena talpról, gól! Ember hátrányból. Ő is négy gólos, épp úgy, mint Tomori. Igen. Rosszul cserélt a Ferencváros. Igen. Azt néztem, hogy kijön majd Szomorászki helyére, nem jött senki, mert hogy egyel többen voltak a zöldmezesek a pályán, ebből újabb kiállítás lesz így. Szomorászki a kiállított játékos, és valakinek még le kell majd mennie. Sós az. Kettős ember előnyben most a Bayern Mare. Szamolánszkinek ez a második kétperces büntetése. Bucseszki. Marin forgatja vissza Herremnek. Kicsúszott a kezéből a jelek szerint. Ajtóablak zicser volt. Igen, itt már egy kicsit a közönségnek akarta. Igen, túlszínezte Herrem, aki most kijön embert fogni Penára. Steinbach. Tomori. Pena megy kifelé, az sem volt szép, kiállítás, Szűcs. Nem ő húzta vissza, de szerintem a szélső, de... Pena lövi a hetest. És azt is belövi. Az ötödik gólja a harmadik értékesített büntetője Nerea Penának. 11-11. Érkezik Oltán, irányítóba a román válogatott játékos, tehát Marin helyén. Tomori könnyedén előzi meg Makejevát. Ráadásul Nyesica még el is csúszott, létszám fölényben mehet a Fradi, és gólt szerez Szarka révén, ember hátrányból. Illetve bocsánat, nem mertek, van még egy Szűcs kiállítás, amit figyelmen kívül hagytam volna. Tehát létszám azonosság mellett, de egy lendületes támadásból. Szarka második gólja volt ez. Most már ember előnyben a Fradi. Herrem jön befelé. Vele szemben a másik szélső, aztán Oltán, Davidenko. Óriási gólt dobott. Igen, őt nem szabad szerintem ennyire tisztán. Leszorultunk. Mint hogyha blokk fölött dobta volna, bár csak egy villanás lehetett látni, de... Igazából szerintem az elég jó, rövidet fogták, de azért gyorsan jön ki a kezéből, meg közel volt. Tehát őt ki kéne egy kicsit jobban szorítani, mert Katarina nem érzi annyira. Időkérés. Midler Erika és Pádár Ildikó.
Akadi volt játékosai ott az oldalvonal mellett. Jó, gyere be! Nem messziről. Jó, arra figyelj, mert arra van ideje elvinni. Figyelj ide! Tök jó, amit csinálunk. Ezekről a kanyarokról ne maradjunk már egy cipi. Várod, mindig mástól jöjjön. Zsuzsinál ott a befutó, beálló. Ugye oda megy valamelyik futó szélső, ő leszorul. Neked kell fogadnod a fölkönyvodot, mert leszorítják a kettest. Adjunk már fel a pozíciót, pláne emberelőnybe. Itt ezen az oldalon egy darab ember volt, és te úgy vagy lent, érted, ember hátrányos helyzet, amit ugye nekik ember hátrányos helyzetében. Érted, ott ezt a Javigyenkóval találkozzunk már. Igazából az egyetlen lövőerő az ő. Jó? Ugye jó, az egy picit oda kéne koncentrálni. Utolsó 5 percben vagy a fél időben ezt beszéltük, itt nagyon erősek, jó? Kerünk, most ne szórjuk el, be kell lőni az ember előtt. 2-3! Freddy! Főként Cifrának magyarázott Elek Gábor, viszont a végén néhány olyan mondat hangzott el, amelynek volt előzménye, hiszen azt említette, hogy a nagybányai tornán a két fél idő végén bukták el a döntőt. Tehát az utolsó 5 percben nagyon erős az ellenfél, ezt emelte ki a Fradi szakvezetője. Tomori! Lukácsnak vissza kellett hoznia, Tomori, Sós, bátortalan volt. Igen, az akkor végig kellett volna egyenesen beugrani. Meg is volt a hely, de egy picit nehezen szánta rá magát, hogy elinduljon. Visszacselezés nem kellett volna, hanem egyenesen be egy-kettő közé, és lendülettel ott befért volna. Olteán. És itt szép mozdulat volt. Szinte nulla szögből lőtt. Olteán. Kucseszki, Tomasevics véd, viszont Olteáné a kipattanó, nagy kár érte. Kucseszki. A kapufára, de a kipattanó az övé. Olteán. Visszaveheti a vezetést az FPC Real Cargo. Három balkezes, Sors van most középen. És aztán ő szerez gólt. Vezetnek a zöld-fehérek. Ott az irányváltás után Makejeva nem tudta megtartani már. Igen, mert ő is ugye szabadon hagyta a lövő kezét, tehát ezt nagyon szépen ki visszahúzta és lendülettel. Igazából a kapus meg semmit se látott nagyon belőle. Beállóst viszont valahogy meg kéne kerülni, mert hát jóval nagyobb. Mondhatnánk testcsúly kilogramba. Így van. Erősebb. Makejevát kilőtte a csapattárs, a honfitárs Davigyenko. Ó, gyönyörű volt, ahogy Pena levette. Pedig egy picit hosszú volt neki, ez így káprázatos lett. Szarka a gólszerző. Nem volt egyértelmű, hogy azt majd lehúzza Pena, és így játsza meg aztán. 14-12. A Nere labda kezelése azért nagyon profi, tehát tökéletesen egy kézzel. Ami a jövő igazából, vagy a jelen kézi labdázásra is, hogy egy kézzel már mindenki nagyon jól kezelje a labdát. Másfél percen ki kéne bírni továbbra is, azt az egyet kéne megoldani. Davigyenkónak a befelé, vállaljátok föl bátran, hogy elkísérjük, jó? Egyetlen egy történet van, amikor nagyon észékel lenni a hármasoknak, mögé kerül valaki. Ugye elindul valamelyik lövő befelé, és jön a hátsóra valamelyik. Ugye akkor vissza kell, hogy lépjen a kettes, viszont ott azonnal jönnie kell. Tehát ahogy elhagyta az irányító,
középső tartomány, labdás oldal mögé megy. Akkor ott jönnöd kell, mert ott abban kell, meg kell csinálnunk. Nem váltás, mert ez nem egy klasszikus váltás, de ott a cserét meg kell csinálnunk, jó? Ott vissza kell, hogy lépjen, oké? Okay? Gyerünk! Figyelj, kínai ne legyen, jó? Kínai ne legyen. Tehát, hogyha a Nekita beugrik nullából, akkor készülj, hogy ellentétes oldalon jön valaki. Gyerünk, 2-3! Németh András, akit láttunk, hallottunk már. Jó pár játékost figyelhet ezen a tornán, hogy csak a Ferencvárost említsem, ugye a most pályán lévők közül az A vagy a B válogatottban ott volt Cifra, Szarka, Szucsánszki, Sós, Lukács, Tomori, Szamoránszki. Remélem teljes volt a felsorolás. Szikora Melinda is még. Itt akkor nem volt teljes, igen. Igen, Szikora is ott volt a B válogatottban Kecskeméten. Bucseszki. Bucseszki. Oltean. Cifrát kiállítják. Olteánt találta el. Ember hátrányban fejezi be az első félidőt a Fradi. Oltean. Üresen marad a beálló. Tomasevics azonban bravúrt mutat be. Tatár a beállós. Ez volt tulajdonképpen az első megmozdulása a meccsen. Tomori. Pena, Tomori. Sós. Sós indul el és dobja kapu fölé a labdát. Elég sok idő maradt még arra, hogy támadjanak a nagybányaiak. Tomasevics. Arra is maradt idő, hogy ő védjen egyet, sőt még arra is, hogy Herren visszaszerezze a kipattanót. És ki is hagyja azt. Tomori ellövi még messziről, itt az első félidő vége, 14-12, két gólos ferencvárosi vezetés, ami felettébb szép eredmény, 30 percnyi játékot követően a Baia Maréval szemben. Ennyit egyelőre innen a helyszínről, stúdió, aztán folytatjuk majd. És a román csapat kezdi a második félidőt, amelynek játékosai be sem mentek az öltözőbe. Ungureanu a kapuban, tehát úgy tűnik, hogy felezik a meccset Arenhárttal. És bejött Tardian Elisszei a bal szélre. Georgievska a jobb átlövő. Tatár a beálló, tehát őt már láttuk ugyan az első félidő végén, de mondhatjuk, hogy ott is új ember náluk. Illetve Artis Juhovics. Bal átlövőben. Tulajdonképpen Oltean maradt az első félidőből, meg Nekita. Árdián Elisszei nem vesztegette az idejét. Egy gól most a különbség. És a Fradi még ember hátrányban, de már csak eddig a pillanatig. Most jön Cifra Anita. Steinbach. Könnyedén védett Ungureanu, aki játszott Magyarországon, a Dunai Város kapusa volt. Oltánba csimpaszkodnak bele. Lukács, Sós, Cifra, Steinbach, Szucsánszki és Szarka, Tomasevics előtt a ferencvárosiaknál. Tomori tehát most pihenőt kapott, alig hanem a hajrára tartogatja, illetve arra számít Elek Gábor, hogy a hajrára kell majd az erő, és hogy Tomorinak oda maradjon ereje, ezért most pihen. Georgievska,
a Buducnosztól szerződtették. A macedón válogatott. Tatárt találják meg, belesípolnak már. Marin jön, és elteszi Tomasevic alatt az első gólja Lucsana Marinnak. Steinbach. Jön Szarka, Szucsánszki, Steinbach, Sós és Unguriano. A hátsója fáj. Igen. Nem ott, ahol a labda eltalálta. Igazából oda ment, ahol állta. Ugurán. Tomori. Most bent van Tomori. Sokat nem pihent. És kiállítják Olteánt. Védekezésben van bent ezek szerint Tomori. Az előbb valószínűleg a Ferencváros nem tudta megvalósítani a cserét. Ember hátrány van a nagybányai csapat. Cifra, Szucsánszki. Lukács viszi be és lövi be. Ez volt az első Fradi gól ebben a félidőben, megint vezet a hazai csapat. Árdián Eliszej. Szűcs is bent van most támadásban. Nem nagyon tetszett neki, hogy Szucsánszki belecsimpaszkodott, ez látszott ebből a pörgésből, meg hogy tovább ment a kéz. Szűcs. Georgievska. Lövébe, viszont lesz egy kiállítás. Szucsánszki. Igen, most szépen megkerült a Zitát. Csak így. Ez eléggé egyértelmű. Egyenlő létszámban a csapatok a pályán újra. Két gólos Lukácsot láthattuk. Bent van Pjena most. Ő az irányító. Steinbach. Óriási gól! Rövidesen létszámfölényben támadhat majd a Baia Mare. Szücsöt lehívja közben Kucseszki edző, aki játszott Magyarországon, az Ózda, Tiszaföldvár, illetve a Cegléd kézilabdázója is volt játékos korában. Marin tovább. Artis Juhovics a gólszerző. Hát nagyon közel volt. Ugye ember hátrányban vagyunk, és nem leragadtunk a hatosra. Gól!
Kená. Steinbach talpról, ezt most védi Ungureanu. Tardián Elisei. Nagyszerű bejátszás volt Szűcsnek, ezt azonban Tomasevics nagy bravúrral hárítja. Ilyen zicserek védésében jeleskedik Tomasevics. Tavaly VB-hez is térmes volt Szerbiában a rendező válogatott kapusaként és fontos embereként Tomasevics. Pena. Steinbach, Pena. Cifra mozgott keresztben a falban. Szűcs szabálytalankodott Penával. Georgieska találkozott ezúttal Sóssal. Steinbach, kiérnek rá. De szép játék. Nagyon nagy játék volt, Pena. Marin. Vár inkább a cserére, jön Tatar. Tomori ütközött Marinnal. Tomasevics a kipattanó Nyekitáé, és Tomasevics odaér. Hihetetlen jelenet volt. Kölcsönösen örülnek egymásnak Tomasevics és a szurkolók. Igazi szerb, aki tele van érzelemmel, és igen, szereti szerintem, persze mindenki szereti a ünneplik, de ő ad is rá egy kisot. Most szarkát vanok ünnepelni, ő szerezte a Fradi következő gólját. A negyedik gólja volt már Szarka Adriennek. 18-15, először vezet 3 góllal az FTC Real Cargo. Marin. Georgievskát Tomori sáncolja le. Sajnos már nincs meg Lukácsnak a labda, nem lehetett meg ott az alapvonalnál. Így aztán a Baja Mare jön sarokdobással. Arciuhovics. Besurran, most pekje volt Tomasevicsnek. Megpattant egyébként egy kézen a labda. Steinbach, Pena. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy Ungureanu védte volna, hogyha ez kapura megy, egy picit lejjebb megy. Na, már hihetetlen gyorsan erre a keze. Úgyhogy. Marin, Tomori jól reagál, de aztán a besegítő cifra mögött megtalálják Szűcsöt, aki szerint ez hetest ér, de nem kap büntetőt a Baja Mare. Pici belülvédekezésnek éreztem én is, de egy kis hazai pálya lehet. Georgievska. Tatárnak nem jó. Pena pedig gyorsan hozza a labdát, cifra. Szép! Gyönyörű támadás volt, Sós a gólszerző. Arcihovics, Georgievska, a kapus lábai közé. Igen, egy kicsit összekeveredtünk, tehát nem marad. Tehát valahol ki kellett jönni, hogy lemaradunk, úgyhogy
tudtunk felállni. Sós. Megint három balkezes, most már huzamosabb ideje a pályán a Fradiban. Pena. Elképesztően gyors keze van valóban. Közben Zicser a túloldalon, de kimarad Davidenko. 20-17-nél a Fradi támadhat majd. Jön Szamoránszki, és Tomori bent van támadásban is mostantól. Ádeán Eliszej pedig fönt védekezik, tehát 5-1-es szisztémára váltottak védekezésben a vendégek. Szamoránszki Steinbachnak, visszaforgatná Szamoránszkinak. Marin karolja át a magyar beállót. Ezt el is lövette volna Laura. Tőle szokatlan, hogy ilyen helyzetben nem tüzel. Steinbach ezt elvállalja. Georgievska kezéről megy be. Még egy picit gyorsulna az utolsó lépése. Még többet, tehát még eredményesebb lehetne szerintem, mert a keze az iszonyat jó. Csak szerintem az utolsó lépésére nagyon lelassít. Georgievska tovább tolja Tötárnak. Jovicsot fogták meg. Tötár, aki, hogyha majd Dinis Vertics is egészséges lesz, akkor alig ha kap sok szerepet Makejeva és Dinis Vertics mellett. Talpról, ebből a magasságból is, vagy talpról meg lehetett küldeni, ebből a magasságból így helyes. Acihovics. Igen, de ez egy technikailag azért nagyon szép lövés volt, hogy a hosszút abból ellőtte. Pena. Lukács helyzetét védi Ungureanu, Pena vetődik utána, és bent tartja még a labdát. Steinbach. Ó, mekkora gól megint. A harmadik gólja Laura Steinbachnak. Megint 4 gólos a különbség. Ardean Eliszej már csak 3 gólos. Mármint a különbség, Ardean Eliszej pedig 2 gólos. Ez egy elég könnyű gól volt sajnos. Tomori. Steinbach, nagyon sül a keze, és ezt ő pontosan érzi is. A negyedik gólja már. Zsinórban 3-at lőtt most Steinbach. Közben egy gyors támadásból Ardean Eliszej révén a románok is eredményesek. És időt kér Elek Gábor. Erre a két gyors gólra reagálni szerintem. Most jön el a meccs. Igazából most elkezdődött egy gólparádé. Próbáljuk meg továbbra is zártan tartani magunkat hátul. Ha semmi más nem történik, jön valaki és kapura lő. Vagy a viccát verik meg, vagy a szarit verik meg, vagy szarul cserélünk. Gyerünk már, gyerünk már, gyerünk már, jó? Tehát most figyelj oda, és
viszonylag könnyen tudtál gólt lőni, de könnyen is kaptál azonnal. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Jó? Próbáld meg visszazárni úgy, ahogy eddig. Eddig tök jó volt. Most próbáljuk meg. Pili, ha az Árdelán rácsel, ez akkor hagyjuk, akkor egy picit azért annyit segítsünk, hogy legyen kire tolni a vicán. De vicca, vonalon várod. Nem fog tudni a Pili segíteni. Csak akkor tud, hogy a mélységben azonosan vagytok. Oké? Okay? Gyerünk már! Gyerünk! Most dől el a meccs, így kezdte el Gábor. Tehát ezért kért időt, mert ennyire fontosnak érzi a meccsnek ezt a szakaszát. Tomori most jobb átlövőben, bent marad Steinbach és Pena is. Így még nem láttuk őket ma. Steinbach bevágja ezt is. Zsinórban a negyedik gólja. Arcihovics kapott egyet a levegőben. Kár pedig Tomášević ott állt már a sarokban és ki is szedte a labdát simán. Nehezen kap levegőt Júlia Arcihovics. Remélhetőleg azért nem akkora a baj, amit a stabil oldalfekvés sejtett. Tomáševicset, aki 2011-ben lett édesanyja, és a következő évben már játszott a hazai rendezésű EB-n, a szerb válogatottban. Nagyon komoly fájdalmai vannak Júlia Arcihovicsnak, és nem képes egyelőre folytatni a meccset. Ilyen Tiron, róla említettem, hogy az egyik legnagyobb tehetség Romániában. 19 éves a bal átlövő. Nála most a labda. Marin. Georgievska. Tironnak nem jó. Kezdett az orvosi segítség is, de úgy tűnik, hogy dr. Pavlik Attiláékra nincs most szükség. Szarka már jobban van. Steinbach. Tomori. Belekapnak a passzába, és indítanak belőle. Ardean Elisei. El kell is lenni, hogy káprázatos volt. Már 4 gólos Ardean. Pena. Pena viszi be, és Ungureanu véd. Nem volt elég ereje a végén. És vajon lesz-e a visszafutásokra különösképpen a ferencvárosiaknak elég erejük a hajrában?
Ez egy kulcskérdés lehet a mérkőzés végkimenetele szempontjából. Két technikai hiba. Egy Marintól, egy Szamoránszkitől, és Ardean kíméletlen. Jól megszórja magát a második fél időben a csapatkapitány. Volt VB ezüstérmes világbajnokságon és Európa-bajnokságon, valamint világkupán is All-Star csapattag a balszélső. És feljöhetnek egy gólra, oda az esélyük egyelőre. Lukács, jó az induló csel, Marin viszont megállítja. Georgievskán még túljutott Lukács Viktória. Szamoránszki. A szaggatott környékén védekeznek a románok. Pená, és egy kicsit közelebb nyomták őket. Szamoránszki karját fogják. Steinbachra pedig kiért Tiron. Pená, ezt is védi Ungureanu. És nem nagyon boldogul ellene Pená. Georgievska beletotyogott. Érkezik Szucsánszki, Penát pedig leülteti Elek Gábor. Igen, én is úgy láttam, hogy egy picit így elfáradt, és igazából amiket hibákat mond a Gábor, szerintem az mind akkor. Jön Szikora Melinda közben, kapus cserélt a Ferencváros, Szucsánszki hanyat dobja magát, és megadják a belemenést a játékvezetők. Egy picit Makejev most mi is kapkodunk, és reklamálásért ki is állítják az orosz beállót. Ezzel sok hasznot nem hajtott most piros csapatának. Piros lap. Addig mondta magáért Makejeva, amíg megelégelte ezt Tájok Péter. Lassacskán megkezdődik az utolsó 10 perc a mérkőzésen. Kostika Bucseszki meglehetősen nyugodtnak tűnik. Persze mégiscsak felkészülési tornáról van szó. 44 esztendő és egyéb iránt a szakember, és ez eddigi edzői pályafutásának legkomolyabb feladata, hogy egy ilyen csapatot irányíthat. Belülvédekezés. Az volt. Ardean Elisszei sorssal szemben. Ó, belül volt bizony bőven. Pena jön. És belövi Pena. 8 gólt lőtt már a nagybányai döntőben, 7-szer volt eredményes a Baja Maréval szemben. Bucseszki ott 8 gólt lőtt a Fradinak. Bucseszkit a második fél időben még nem láttuk ezen a mérkőzésen. Mindenkinek játék lehetőséget biztosít a vendégek szakvezetője. Aki most időt kér, valamivel kevesebb, mint 9 perc van hátra a mérkőzésből, és a Ferencváros 3 góllal vezet pillanatnyilag, ráadásul emberelőnyben van. Mi emberelőnyünkben nő gólt kapjunk. Itt már behozza magát itt a vagy a Marin, vagy a Zoltán, érted? Legyen meg a lövőket, olyan szépen megoldottuk, most ne engedjünk le belőle, jó? Ne engedjünk le belőle, emberelőnyben van, fog jönni segítség. Ne tudjon túlkerülni rajta, az lenne a fontos, tehát az ő hátrányából ne szerezzen előny.
Jó? De dolgozzunk. Na, gyerünk. Hol lesz az? Most nagyon fontos, jó? Gyerünk. 2-3. Fradi! Gyere, még 4 percig van. 2,5. A védekezés fontosságára hívta fel a figyelmet, tehát ebben az időszakában a mérkőzésnek Elek Gábor. Nem cserélnek a románok, pontosabban Davidenko, de lehet, hogy ő már bent volt a jobb szélről, akár felkanyarodásból is lőhet majd. Georgieska van még bent, Marin, Tiron, illetve Ardian Elisei. Marin, Georgieska. Ardian Elisei. Bátran egyegyezik Lukácson, vele sípoltak már, szerencsénkre. Igen, nem szabad őt a vonalon várni, mert a Vicánál egy, hát egy jó 10 kilóval szerintem azért erősebb, meg rutinosabb. Igen, hiszen Lukáccsal kapcsolatban hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert mégiscsak B-válogatott már, meg játszik egy-két éve, hogy még nincs 19 esztendős. Ő nagyon fiatalon került a felnőttek közé. Közben mégiscsak előnyt kovácsolnak a hátrányukból, ahogyan Elek Gábor fogalmazott, és büntetőhöz jutnak a románok. Szikora Melinda Davidenkóval szemben. Belövi Davidenko. Steinbach, szép labda volt Cifrának, tovább is lehetett volna tolni Szucsánszkinak, ezt pedig elengedik most a játékvezetők. Lukács jól futott vissza, ezt is elengedik. Ez egy kockázatos indítás volt Unguriánótól. Belemenés, most nagy a rohanás, és Ardian Elisei elől maradt. Unguriánó pedig megpróbálja elindítani, sikerül, csak közben visszaérnek a ferencvárosiak. Volt egy kis őrület most a pályán. Marin, Georgievska, belövi. A második gólja. ...25-24, a 4 gólos előny, 1 gólosra orvadt. 24-20 is volt. És Steinbach elől elviszi a labdát Georgieska. Ardian Elisei robog, és besurral sajnos. Egyenlítenek, 25-25. Ardian Elisei 6 gólt lőtt a második félidőben. Egyet sem hibázott, és tegyük hozzá, úgy dolgozta le a hátrányát most a Bajamare, hogy emberelőnyben volt a Ferencváros. És most, amikor létszámazonosság mellett támadhatnak, akár a vezetést is átvehetik a nagybányaiak. Marin elszórja a labdát. Szucsánszki. Nagyon magas. Sok most a hiba a Fradi játékában. Marin. Georgieska indul befelé, Szarka mellett is gólt szerez. A harmadik gólját lövi a macedón válogatott játékos, és Elek Gábor időt kér. A meccsnek ezt a szakaszát 6-1-re nyerte meg a Bajamare. Elhozunk 50 percet valamiért, és elszarjuk 5 perc alatt. Elszarjuk 50 perc alatt. Ez így nem jó. Piri, jön vissza beállóba. Zsuzsi jobbra, mere balra.
Nem, nem, közép, Laura balra, egyet cserélünk, jó? Harcold most már végig, harcold végig, jó? Ne kapjál már ilyen könnyen gólt. Abból lőttek csak gólt, hogy elszórtad elől. Abból, abból. Jó? Fegyelmezetten játsz végig, játsszál. Jó volt az, amit csináltál. Hozd vissza, kezdjük el a játékainkat, jó? Ne legyenek már lehajtott fejek, mert megsértett emberek. Gyerünk már előre. Kettő-három. Az ember előtt nagyon rosszul játszottuk ki, és végülis 4 percünk volt ember előnyben, és az alatt kaptunk, hát 3-4 volt. Így van. Van hátra még bő 5 perc a mérkőzésből. Szarka megy be a bal szélről. Pena, Tomori. Nagy gól, Pena. Nagyon-nagyon kellett ráadásul ez a gól már. Davigenko. Marinnak tiszta helyzete van, és be is lövi. Pontosabban inkább ejti. Még rendezetlen volt ez a védelem. Steinbach. Tomori kezéből esik ki a labda. Talán az indítás sikerül megakadályoznunk, a rohanás nem, az már biztos. Georgievska. És Davigenko belövi. Megint egy eladott labdából kíméletlenül visszatámadnak. Jól érezte Elek Gábor, hogy ez lesz a döntő szakasz. Persze itt már az utolsó percekről beszélünk, tehát ez nem kelt meglepetést. Pena teszi le, nehezen összeszedhető labda Lukás lábához. 23-20-nál volt az első időkérés, aztán még egy gólt lőtt a Fradi, és utána jött ez a nagyon-nagyon mély gödör. Tomori, Steinbach. És nagyot véd Unguriano, a felső léc is besegít neki ráadásul. Pontosabban a két kapufa találkozásánál landolt ez a labda. Marin. Ardian Elisei. Azért Ardian Elisei-el és Herremmel bal szélső poszton nem kifejezetten gyenge a Bayern Mare. Igen. És főleg nem lassú. Kena. Próbálnak egy belemenést eljátszani, az nem sikerül, viszont Pena is eladja a labdát. Hiába hívta fel a labdaeladások elkerülésének fontosságára Elek Gábor a figyelmet. Ugyanúgy elszórják a labdákat, sőt, a ferencvárosiak. Lehet, hogy ez a fáradtság jele, de szétesett a végére a játék. És átrobog a Bayern Mare a Fradin. Pena. Lukács. Steinbach. Tomori. Steinbach, Szarka, icipici hely volt ott, de volt, és sikerült megtalálnia. 5 gólos Szarka Adrien. Marad némi remény 29-27-nél. Itt az utóbbi 10 percben volt nagyon sok lerohanás góljuk előtte, azért nagyon jó vissza tudtunk jönni. A rendkedvéért a döntetlen a Bayern Mare tornagyőzelmét jelentené. Fradinak plusz 11-es a gól különbsége, a nagybányaiaké plusz 13 az első két mérkőzést követően. És nem lesz ebből döntetlen sem, a jelek szerint. Tiron is gólt szerez.
Tomori, aki négyet lőtt a meccs elején, aztán azóta egyet sem. Persze pihent is közben támadásban. Megkezdődött az utolsó perc, 3 góllal vezet a vendégcsapat. Duplán szomorú Kovacsics és Vértán, nem elég, hogy sérültek. Még vesztes meccset látnak. Ez is bent van. Most már minden összejön nekik. Gabinak pedig semmi. Vagy mégis a végén, igen, Szamoránszki szerez egy gólt. 31-28 ezzel. Az első gólja volt Szamoránszki Piroskának. Hát a végére elfogyott a Fradi. Ez a fáradtság szerinted? Mert ugye az előző torna hajrájában is erről szóltak a történések. Vagy itt másról van szó? Én nem gondolnám, szerintem... Ilyen végén. Tehát nekünk azért elég jó ment a fél idő közepéig, és akkor utána olyan 20. percre egy kicsit leültünk. Szerintem inkább nem koncentráltunk ott már eléggé. Mondjuk tényleg nem lehet 60 percig egy színvonalon játszani, de azt gondolom, hogy koncentráció hiánya volt. Tehát rengeteg eladott labdából rohantak le, illetve olyan pontatlan lövés, ami addig jó volt. Úgyhogy ezen még van mit javítani, de azért vannak ezek a kemény meccsek, hogy ezekből tanuljunk. Ez így van. Na, hallgassuk meg Elek Gábort a mérkőzés kapcsán. Gábor, téged szólított Matusz Krisztián, hogy mondd el a véleményed a mai mérkőzésről. Nem volt déjà vu itt a végén? Déjà vu nem volt. Tehát ez nagyon a kezünkben volt. Ugye sajnálatos, hogy Tomasevics nem bírta tovább a térde a mérkőzést, valamint nagyon-nagyon rosszul szálltunk vissza bizonyos játékosok a játékba, tehát gondolok itt az Izire, gondolok itt a Tomori Zsuzsira, tehát itt az eladott labdák a végjátékban azok iszonyatosan nagyon sokba kerültek nekünk. 50 percig ez egy nagyon jó történet volt, és utána meg saját magunkat levertük. Tehát. A felkészülési mérkőzések arra valók, hogy a hibákat fel lehessen fedezni, és aztán persze ki kell javítani őket. Mik azok a dolgok, amelyeket még itt a hátralévő időben meg kell mindenképpen csinálnotok ahhoz, hogy eredményesek lehessetek? Hát most mindenképpen, tehát amiről az előbb beszéltem, az, hogy tehát nem azért ültetem el a játékos, mert bűnös, hanem azért, hogy tartalékoljunk egy picit itt a végjátékra, és ebből iszonyatosan rosszul szállunk vissza. Tehát mondom, itt most az Izi is szinte csak kárt okozott a visszaszállásával, és a Tomori Zsuzsi is szinte csak kárt okozott a visszaszállásával, de összességében mondom, hogy tehát itt a kapuscsere is az egy kényszer volt, tehát abból se jöttünk ki jól. Itt a fejekkel, tehát elfáradtak a fejek, és onnantól pedig nagyon-nagyon-nagyon buta hibákat csináltunk. Nyilván van időnk, de ez most nagyon rosszul esett. Köszönöm szépen. Szucsánszki Zita is itt van már velünk. Jön hamarosan a kamerák elé, és ő is elmondja a véleményét arról, hogy a mai napon ő hogy érezte magát a pályán. Látom, hogy nem nagyon kívánkozol ide most beszélgetni, de azért mégis szeretnének megkérdezni arról, hogy értékeled ezt a mai mérkőzést. Mint úgy értékelem, hogy egy megnyert meccset veszítettünk el. Hát sajnos nagyon ludas vagyok benne én is, úgyhogy az eladott labdákkal itt a vége felé, de úgy gondolom, hogy ebből is tanulni fogunk, úgyhogy az, hogy partiba, sőt, vezettünk ez ellen a csapat ellen, aki már majdnem, hogy készen van, nekünk azért még van időnk szeptember 20-áig. És te hogy érzed, a fáradtság az mennyiben játszott szerepet abban, hogy ezek a pantatlanságok itt a második fél időben így alakultak? Hát biztos volt benne, de hát ugye Lipcsébe ugyanígy fogunk játszani, hogy ugye előtte játszunk egy napon a hollandokkal, és utána pedig a Lipcsével valószínűleg. Úgyhogy hát ezért vannak ezek a tornák, hogy a hibáinkból tanuljunk. Köszönöm szépen. Jó pihenést kívánok. Németh Andrást várjuk ide a kamerák elé, hiszen megbeszéltük, hogy a mérkőzés után még egy rövid elemzésbe belebocsátkozik, méghozzá nem csapatszinten, hanem az játékosonként, egyénenként, természetesen a válogatott szempontjából. Nagyon nehéz, ugye, tehát a válogatott nem fog naponta 2 játszani, vagy egy hétvégén 3. Én azt láttam, hogy azért bizonyos idegi fáradtság okozta ezt a sok technikai hibát,
És egy nagyon érdekes szituációt láttunk, egy komoly előnyben levő csapat, egy 4 perces kiállítást. De az ugye normális dolog, hogy a felkészülésnek ebben az időszakában fejben is lehetnek fáradtabbak a játékosok, mint akkor, amikor már frissítenek egy-egy fontos mérkőzésre. Igen, tehát ugye ennek sok ellenszert. A románok például ugye jól elosztották a terhelést, tehát 2 sorral játszottak, és hát ugye így végül is frissebbek maradtak a végjátékra, és egy nagyon hátrányos helyzetbe tudtak följönni. No, hát én azért többet reméltem ezen a meccsen a váltottaktól, főleg a technikai hibák számát. Nagyon sajnálom, hogy nem hallották ők azt, amit a mérkőzés elején mondtál, mert hogy ezek dicsérő szavak voltak, lehet, hogy a motiváció ebből a szempontból akkor jobb lett volna, meg lehet, hogyha egy kicsit most jobban megdicsérnéd őket, miután nagyon-nagyon el vannak keseredve, akkor talán egy kicsit jobban mennének a következő hetek. De ez nem befolyásol semmit. Tehát most ugye azért mondtam, tehát én, nekem ez annyira nem számottevő, mert ugye nem erre kell fölkészíteni a játékosokat, és hát ugye igazából természetesen keresem a pozitív meg a negatív tapasztalatokat, de azért döntően ez a torna után számomra azért a pozitívból több van. Köszönöm szépen, a szövetségi kapitány szavai pedig nagyon fontosak, és közben Szűcs Gabriella érkezik. Nagyon-nagyon régen sikerült beszélgetnünk egymással, nagyon örülök, hogy most erre van lehetőség. Hogy értékeled ezt a hétvégét? Nagyon színvonalas torna volt, nagyon jó szervezéssel, hál' Istennek mi jöttünk így győztesen. Tornából nagyon kemény mérkőzés játszottunk a Ferencvárossal, mind Nagybányán, mind ahogy ugyanúgy itthon is. Nagyon sok nemzet, sok válogatott játékosa van a ti csapatotokban, de az látszik, hogy nincs bábeli zűrzavar, és az is látszik, hogy nem csak a pályán értitek meg jól egymást, hanem a pályán kívül is nagyon jóban vagytok. Igen, hál' Istennek nagyon összejött a csapat, nagyon jó kis kollektív társaság lett, ugyanúgy pályán kívül, mint ahogy te mondtad, a pályán is. Még van egy kis nyelvbeli zavar, hogy angolul vagy románul beszéljen a csapat, de ezt is sikerült hál' Istennek megoldanunk. Te hogy érezted itt magad magyar pályán? Nagyon jó volt. Visszajöttek a régi emlékek, még amikor Debrecennel játszottunk itt a Fradi pályán. Nagyon jó volt. Jó érzés volt az, hogy közönség előtt játszani. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy ide jöttél hozzánk. Most hamarosan következik majd természetesen a kupa átadás is. Látjuk közben az eredményhirdetés képeit, de tudunk tovább beszélgetni azért. Összességében ezt a 2 napot, ezt a 4 csapatos tornát hogyan értékeled? Hát azt hiszem, hogy amit már a mérkőzés előtt is mondtunk, egy ilyen felkészülési tornának az a célja, hogy a szakvezetők... Bocsánat, Szucsánszki nagy örömmel vette át a csapatnak járó trófeát. Ők azért ahhoz vannak szokva, hogy megnyerik a mérkőzéseket, nem szeretnek veszíteni. Úgyhogy ez nem okoz nekik nagy boldogságot, ez a második helyezettnek járó trófea. Tehát azt gondolom, hogy itt nincs nagyon jelentősége annak, hogy ki az első, második. Az a kérdés, hogy amikor tényleg teljesíteniük kell ezeknek a csapatoknak, mondjuk a Fradi esetében ugye a BL selejtezőn, akkor jól tudnak-e játszani. És azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg ott 2 nap alatt kell 2 mérkőzést játszani, és a Dalfsen egyáltalán nem egy lebecsülendő ellenfél. Tehát nem teheti meg azt a Fradi, hogy mondjuk az első napon tartalékolja a jó játékosait, hogy majd a döntőbe a Lipcs ellen jó fognak játszani. Itt kétszer egymás után kemény mérkőzés vár a játékosokra, tehát mindenképpen arra kell számítani Ele Gábornak is, ahogy említette, hogy muszáj lesz valamennyire pihentetni a kulcsjátékosait, hiszen 2 nap alatt azért 60 percezni az nem olyan egyszerű. Köszönöm szépen, visszakapcsolunk az eredményhirdetésre. Matusz Krisztiáni a szó. Éppen az egyéni díjakat osztják ki. Tomášev is lett a legjobb kapus, és Nina Wörz a legjobb mezőnyjátékos. Most már csak a gólkirály. Aki Milica Danilovics lett, erősen csodálkozik, pedig ma megszórta magát 18 góljával, ő lett a gólkirálynő. 39 évesen, nem csekélység, mert azért ez egy erős torna volt. No, hát ennyi volt a Népligetben az Elek Gyula Real Cargo Hungária Kupa.
a Ferencváros, tehát az FTC Real Hungária csapat a második helyen zárt, nem tudott visszavágni a Baja Márinak, de talán majd lesz rá alkalom a Bajnokok Ligájában. Szeptember 20-án jön a Fradi számára tehát a nagy feladat, amikor megkezdődik a BL selejtező torna Lipcsében, ott kellene kiharcolni a továbbjutást, a BL szereplés esélyét. Kedves nézők, mi innen Kökénybeával, illetve valamennyi itt dolgozó kollégámmal együtt köszönjük a figyelmüket, minden további a stúdióból, viszontlátásra!